Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt ház, tisztelt legfőbb ügyész úr. Azt eddig is tudtuk, hogy a jegybank vezetői nem restelnek mellékállásokat elvállalni, és nem restelnek ezért komoly fizetést, tiszteletdíjat húzni. Azonban új jelenség, hogy ezt elfelejtik bevallani a vagyonnyilatkozatukban. Noha a törvény erre őket kötelezi. Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank elnöke és Gerhard Ferenc alelnök együtt különböző alapítványoktól összesen mintegy 26 millió forintot kerestek, azonban ezt nem tüntették fel vagyonnyilatkozatukban. Márpedig ez bűncselekmény. Ennek a bűncselekménynek a tényét maga az ügyészség is elismerte. Azonban megalkotott egy olyan mondatot, ami a magyar nyelvnek egy páratlan leleménye, hogy mégis mindezek ellenére miért nem nyomoz az ügyben, miért nem tekinti végső soron mindez bűncselekménynek. Az ügyészség közleménye a következőket mondja. A feljelentett személyek, mármint a Magyar Nemzeti Bank elnöke és alelnöke, a tiszteletdíjjal közvetlen kapcsolatban nem kerülnek, az összegek a tudatukban saját jövedelemként nem jelentek meg. Így arra következtetni, hogy a valótlan adatok szolgáltatását tudatuk átfogta volna, nem lehet. Ez a fogalmazás egészen egyszerűen gyöngyszem, szóval ilyet koszorús költők se tudtak volna kitalálni, nemhogy az ügyészség. Tisztelt legfőbb ügyész úr! Mégis hogy van ez? Önök szerint Matolcsy György nem volt tudatában annak, hogy mintegy 14 millió forintot keresett? Ha tudatában volt, akkor miért nem vallotta be? És ha nem vallotta be, akkor önök szerint ez miért nem bűncselekmény? Tisztelettel várom válaszát. Köszönöm. Tisztelt Országgyűlés, az azonnali kérdésre Polt Péter legfőbb ügyész úr válaszol. Megadom a szót. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselő úr. A jelzett ügyben feljelentés érkezett jegybank elnök úr és elnök helyettes úrral szemben költségvetési csalás vétség, illetve magánokirat hamisítás vétsége miatt. Az 5.13. kerületi ügyészség bírálta el ezt a feljelentést, és ahogy képviselő úr is utalt rá, elutasította. A határozatnak az indokolása eléggé hosszú, megpróbálom leegyszerűsíteni és egyben el is magyarázni képviselő úrnak annak a lényegét. A költségvetési csalás tekintetében maga a feljelentése tartalmazott egyetlen egy tényállási elemet, tehát itt tényállásszerűség hiányában történt meg a feljelentés elutasítása. A magánokirat hamisítás tekintetében pedig a bűncselekmény fogalmi elemei
közül nem csak a tényállásszerűségnek van jelentősége, hanem a bűnösségnek is. Jelen esetben ez hiányzott. A bűncselekmény fogalmi elemei közül nem csak a tényállásszerűségnek van jelentősége, hanem a bűnösségnek is. Jelen esetben ez hiányzott. Az a mondat, amit képviselő úr többé-kevésbé idézett a határozat alapján, erre utal, tehát nem volt olyan szándékos bűnelkövetés, ami megalapozta volna ennek a bűncselekménynek az elkövetését. A feljelentett személyek jóhiszeműen cselekedtek, ennél fogva a bűncselekmény nem valósulhatott meg, Én azt gondolom, hogy lehet, hogy a mondat fogalmazása bonyolult, de maga az ügy az viszonylag egyszerű és könnyen érthető. Remélem, hogy ezek után már képviselő úrnak is. Köszönöm szépen a lehetőséget. Megköszönöm legfőbb ügyész úr válaszát, viszont válaszra megadom a szót képviselő úrnak. Köszönöm a szót, elnök úr. Hát ez vicces, szóval legszerint van az a pénz, ami alapján önök úgy gondolják, hogy ennek nem kell megjelenni a tudatban. De az a helyzet, hogy bár én nem vagyok nagy véleménye Matolcsy György tudatállapotáról, ennek többször hangot is adtam, azért ezt én sem gondolnám róla, hogy nincs tudatában. Ugyanakkor történt valami, ami cáfolja az ön szavait, a módosított vagyonnyilatkozat, amiből kiderült, hogy az alapítványból származó jövedelme egy részét megtartotta egy bankelnök úr magának, és egy részét utalta csak tovább alapítványoknak. Na most hogy van az, hogy valaki olyan furcsa, módosult tudatállapotban van, hogy az őt megillető pénz egy részét megtartja magának, egy részét elutalja, de nincs annyira tudatában mindennek, hogy be is vallja a vagyonnyilatkozatában. Legfőbb ügyész úr, ön szerint hogy van ez? Köszönöm. Tisztelt Országgyűlés, viszont válasz illeti meg legfőbb ügyész urat, megadom a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt képviselő úr, ezek jogdogmatikai kérdések. Én a bűnösségről beszéltem, ön valami egészen másról beszél. Itt a bűnösségnél azt kell valószínűleg elmagyaráznom, hogy természetesen tudta az elnök úr, hogy ez a jövedelem, ez valahonnan származik. Én a bűnösségről beszéltem, ön valami egészen másról beszél. Itt a bűnösségnél azt kell valószínűleg elmagyaráznom, hogy természetesen tudta az elnök úr, hogy ez a jövedelem, ez valahonnan származik. Azonban jó hiszeműen abban a tévedésben volt, hogy nem kell feltüntetni, mivel ezt a jövedelmet nem tartotta meg, hanem tovább utalta. Ami pedig a másik kijelentését illeti, tehát hogy itt különbségek vannak az összegek között. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan új tény, ami, hogyha a feljelentésben, mert már először értesültünk, hogy új feljelentés lesz, megjelenik, akkor az ügyészség meg fogja vizsgálni, és ezt is majd határozatában elbírálja. Köszönöm szépen. Tehát, hogy itt különbségek vannak az összegek között. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan új tény, ami, hogyha a feljelentésben, mert már először értesültünk, hogy új feljelentés lesz, megjelenik, akkor az ügyészség meg fogja vizsgálni, és ezt is majd határozatában elbírálja. Köszönöm szépen. Megköszönöm.